Nagyon köszönöm azt a sok kedves visszajelzést, amit a legutóbbi videó üzenetemre kaptam. A visszajelzések bátorítanak arra, hogy valami fontos témát érintettem, amiben hiszek, és amit az eddigi életemben is megéltem. Környezetemben mindig voltak emberek, akik rászorultak segítségre, valamiféle vigasztalásra, együttérzésre. Ha semmi más nem érek el, mint azt, hogy egyre többen tudnak így gondolkozni, hogy a környezetükben valakit észrevesznek, valaki mellett elkötelezik magukat, aki magányos, aki nehéz anyagi helyzetben van, akinek reménytelen a sorsa. Egy kedves barátom mesélte, hogy bement egy kórházi látogatásra egy rokonához, és egyszer csak megszólalt valaki a kórterembe, ide jönne hozzám is, engem senki nem látogat. És ez a barátom akkor megérezte, hogy ennek a magányos, idős, beteg embernek szüksége van valakire, aki meghallgatja, és egy ideig hetente bement hozzá. A csillogó, hálás szemeiből érezte, hogy ő valami nagyon sokat kapott. Nézem mindenki körül, biztos talál valakit, akinek tud egy kedves percet, egy vigasztaló szót, bátorítást adni. Én is ezen leszek.